Hali papi, mami. Ma is szintén egy különlegességet fogok nektek bemutatni, ami valóban megint egy jó kis nyári dohány lesz. Ez a Naklától hoztam egy mixet. A Nakla, megmondom őszintén, nem túl a legjobb minőségű dohány, viszont ezek a mixek, amiket ők kiadtak, ezek nagyon-nagyon jól sikerültek, és nagyon szívesen készítek belőle tömést, és szívok ilyen Nakla mixeket. Most azt kell elképzelni, hogy mindenféle koktélszerű dolgot találtak ki a Naklánál, és ezt mix néven futtatják, tehát ugyanúgy, mint mondjuk a Sex on the Beach és a különböző ilyen mindenféle koktélt legyártottak dohány formájában. Ez az Ice Lemon Mint, ugye egy jeges limonádé koktélról van szó, amiben lime van és menta. Tehát egy igazi ilyen nyári friss koktélt kapunk. Az ára körülbelül 1600 és 1700 forint körülre tehetősen, és az ágyet már leszettem meg a csúnya tiltótáblát, hogy ne zavarjon itt minket. Nézzük maga a dohányt. Rögtön szembe tűnik, hogy a Naklához képest is nagyon-nagyon-nagyon jól van aprítva. Mondhatom ezt, hogy ez a tökéletes aprítottság, de tényleg, hogyha lehet mondani, hogy mennyire jó, ha apró egy dohány, akkor ezt nézzétek meg, mert szerintem ez a tökéletes. Nem is túl apró, nincsenek benne nagy darabok, ez tökéletes. Így szoktam körülbelül én is így felszeletelni, vagy felaprítani a dohányt, amiben nagyobb darabok vannak. Na hát az illatát is nézzük azért meg. Az illat az rögtön így beüt az orrodba, ilyen iszonyatosan nagyon kiérezni a mentát és ezt a citrusos lime ízt. Nagyon-nagyon kellemes az illata, és nagyon erős, rögtön így felszakik így az orrodba, és rögtön érezni, hogy ez a dohány, ez valószínűleg erős ízt is fog adni nekünk. Töljünk akkor egyet. A házi készítésű agyakkerámiámat fogom használni, ez egy funnel kerámia. Ugye ennek az a specialitás, hogy magába szívta már az ízeket. Ebbe csak és kizárólag álfaker, citrom és citrommenta volt tömve, tehát csak ezt pipáztuk belőle. Ugye mivel ez is szintén egy ilyen kis citrusos, nagyon kellemes, mentás, citrusos gyümölcs dohány, illetve egy lime, ezért úgy gondoltam, hogy ebből nagyon jól ki fog jönni az íz. Szépen oszlatom el, mert nagyon-nagyon jól van aprítva, tehát látjátok is, ugye nem tömöm agyon, ezt ugye sokszor elmondtam, viszont pont annyit azért teszek bele, hogy nem spórolom ki. Nagyon picit átmozgatom. Mert amióta ugye ezt kiszedtem külön, azóta egy picit a melasz ilyenkor leül, illetve az egészet jó, hogyha tömés előtt átmozgatjátok. Ugye szinte csak a saját súlyát hagyom neki, hogy menjen, és itt a peremnél ugye megmarad ez a kis rész. Tehát nagyon könnyen tömhető, mert nagyon szuper az aprítottsága, szóval tényleg nagyon, nagyon frankú. És ugye hát ez általában azért a naklákra nem jellemző, illetve az se egy jó minőségű. Itt úgy látszik, hogy azért ennél a mixnél szintet léptek, úgyhogy. Ennél egyáltalán nem szükséges többet tömni, és itt a sarkát egy nagyon picit annyira tényleg csak a villának a súlyával lehúzom, hogy megmaradjon ez a felület, ugye, amit ismerünk már. Fóliázzuk. Átlagos házi fóliát használok. Jó, megfeszítem, és így haladok körbe. De ez vastag falu, ugye itt is végig simítom. Még feszesebb legyen. Egy hústű van elkészítve lukasztónak, házilag ezzel lukasztunk. Picit nagyobb lukakat a sarokra. És jöhet a zuhanyrózsa. Közepét nem lukasztjuk a fanelkerámiának, mint azt tudjuk.
De még pár luk elfér. Tehát még egyszer, Nakhla Mix, Ice Lemon Mint. Három darab kokobrikot fogok használni, azaz kókuszszenet. Nárgilem Eco 620-as vízipipából fogjuk megkóstolni. Ugye a házi készítésű kerámiánkból, ami egy funnel kerámia, és egy különleges, óriási szír mosható vízipipa csővel fogjuk kipróbálni, aminek fém különlegessége, ugye, hogy egy fém vége van, amit szintén le lehet hűteni a még jegesebb érzés érdekében. Körülbelül így 5 percre kellett, és teljesen begyulladt, úgyhogy tökéletes, nagyon jó gőzt ad. Ízét tekintve sokkal jobban kijön az a lime, amit nem is reméltem egyébként. Tehát az illatát tekintve ugye inkább ilyen mentás dologról volt szó, viszont így, mikor így belepippant az ember egyet, akkor rögtön érzi ezt a nagyon finom lime-ot, ami így körbejárja így a szájüregedet. És utána jön ez a nagyon pici menta. Nagyon jó kihozza az ízt a citromfű. Ugye ne tévesszem meg benneteket, hogy én ilyenkor nagyon sokat szívok mondjuk, mert csak a teszt kedvéért. Egyébként sokszor elmondtam, hogy pipázni nagyon lassan kell, társaságban a legjobb egyébként, hogyha tényleg lassan pipázol, ne szédülj el tőle szép finoman, tehát nem kell mohón pipázni. A lehűtő cső egyébként nagyon-nagyon jót tesz neki, tehát ennek a dohánynak kimondottan kell az, hogy egy picit lehűtse, de jegeket tettem bele ugye a tartályba. Körülbelül 5 darab jég van benne. És ettől lesz így igazán élvezetes a pipánk. Hát közben be kellett költöznöm, mert a szomszéd ilyen kibaszott láncdohányos, ez a szomszédnő, úgyhogy semmiképpen nem szeretnék bármennyire is furcsa pipázás közben ilyen marha erős, undorító, tömött dohány cigi szagot érezni. De hát állandóan ez van, átjön a dohányszag, teg undorító. Ez is mutathatja egyébként, hogy a vízipipának ez a gőze azonnal elillan, tehát ez nem marad meg, ez nem büdös, ez nem olyan, mint egy ilyen undorító láncdohányosnak a cigi füstje. Tényleg marha undorító, elveszi az embernek a kedvét, úgyhogy bejöttem inkább. Elég kellemes ez a kis mix. Ezt azért többször is el lehet szívni egy nyáron, tehát ez nem annyira tolakodó ez az íz. Tényleg ilyen nagyon finoman átjön ez a lime, mögött a menta. Tényleg ez amit írnak is, ugye, egy ice, tehát egy jeges változat. Elég nehéz megfogalmazni, hogy még egy dohány az hogy mitől jeges változat. Mondjuk így furcsa lehet, hogy mitől jeges. Szerintem csak arról van szó, hogy ezeket nagyon jól le kell hűteni, és tényleg akkor az igazi, és akkor kijön ez a dohánynak, rögtön arra asszociálsz az igazi jegekkel teli koktél íz. Naklához képest is azt mondom, hogy egy teljesen elfogadható mixről van szó. Én tökre ajánlom mindenkinek. Egy vásárlást megér, nyilván aki óckodik maga a mentától, az ne vegye, mert a háttérben azért érezni ezt a menta ízt. Aki szereti ezt a lájmos mentás dolgot, annak meg mindenképp ki kell próbálnia, mert szerintem zseniális kis mix. A Nakhla termékeket én nem szeretem, sőt, megmondom őszintén, hogy kifejezetten, hát kerülöm a Nakhlának a termékeit, mert nem nincsenek vele igazán jó tapasztalataim, viszont ezzel a mixel viszont kitettek maguk, látszik, hogy egy szinttel feljebb léptek, a csomagolás is egy picit ízlésesebb, nekem tetszik, úgyhogy mindenképpen próbáljátok ki.
tetszett a videó, akkor egy megosztása vagy egy lájka szponzoráljátok meg ezt a videót, és mindenképpen próbáljátok ki. Jó pipázást, gőzölgetés, füstölgetés, kinek hogy tetszik jobban, kívánok nektek. Hali papi, mami! Thank you.